ebbe a kis utcába, a kis sikátorba minden nap látjuk, ahogy ide végzik el a dolgukat. Isznak, eldobálják az üvegeket, szemetelnek. Halász Tiborné a Petőfi Sándor utca egyik kis üzletének vezetője mindennapos tapasztalatait mesélte stábunknak. Olyan is volt, hogy verték a kirakatunkat, hogy jöjjünk ki és adjunk pénzt. Az erőszakos kéregetők nem egyszer a fenyegetéstől sem riadnak vissza. Akad olyan üzlettulajdonos is, aki megpróbált legális módszert találni a koldulók távoltartására. Ezeket a táblácskákat azért csináltattam, hogy indokolt esetben, amikor nem a vendégeink, hanem olyan emberek járkálnak és veszik birtokba a padot, tudjak hivatkozni arra, hogy ezek nem közterületi padok. Feliratok és táblák ide vagy oda, a kéregetőket ez nem érdekli. A probléma folyamatosan visszatér. Hát napi szintű. Ez legyen délelőtt, délután, de főleg az kora esti órákban van itt nagy tömörülés. Csoportosulnak, iszogatnak, eszegetnek, hangoskodnak és zaklatják a járókelőket, meg a vendégeinket. Az udvarias kérés néha segít, de nem egyszer fordul elő, hogy a rendőröket kell kihívni. Ez azonban csak egy-két órányi fellélegzést jelent a cukrászda számára. A legnehezebb szituáció, ha a csoportba verődve tanyáznak le valahol a hontalanok és kéregetők. Ilyenkor kiszámíthatatlanabbak és agresszívebbek is. Az üzlet tulajdonosok elmondása szerint a rendőröktől azonban félnek. Amennyiben szabálysértés vagy bűncselekmény történik, úgy a rendőröknek intézkedési kötelezettségük van. Az elmúlt időszakban a belvárosban koldulás és köztisztasági szabálysértés miatt, valamint garázdaság bűncselekmény és garázdaság szabálysértés miatt is történtek előállítások. Sokan azonban úgy gondolják, sokkal jobb helyen vannak a panaszok a közösségi oldalakon, így az esetek nagy százalékában nem értesítik a járőröket. Ilyenkor nem csoda, ha nem érkezik a segítség. A hajléktalanokkal a Széchenyi tér, Deák Ferenc tér, Petőfi Sándor utca vonalon találkozni a legtöbbször. Akadnak, akik békésen tűrik a városrendészek igazoltatását, de nem ez az általános. A hajléktalanok nem szeretik a rendőri intézkedéseket, és azzal is elijeszthetőek, ha mentőt hívnak hozzájuk. Egy kis időre. Azt a területet, ahol enni kapsz, pénzt kapsz, és tudod, hogy be tudod határolni a csapattal, hogy te odaállsz, te ideállsz, te ideállsz, te itt kéregetsz, te ott kéregetsz, te ott kéregetsz. Te onnan ételt kapsz, ettől pénzt kapsz, ettől is pénzt kapsz. Mit fog csinálni? Oké, jönnek a rendőrök, jönnek a városrendészek, elzavarnak. Persze, el is mész, mert ugye félsz attól, hogy bevisznek, vagy a mentősök, vagy a rendőrök, bárki. És utána mit fog csinálni? Vissza fogsz menni, mert a mindennapokért meg kell küzdened. Sokan nem szeretik a hajléktalanok és kéregetők látványát. Ennek ellenére mindig találni olyat, aki pénzt vagy élelmet ad nekik. Én szoktam segíteni nekik. Általában adok valami kis aprót. Mi az, ami mondjuk önt erre készteti, hogy adjon? Így tudom, hogy olyannak jut, aki rászorul, mert ha egyéb helyre adakozok, akkor nem vagyok benne biztos. Ha azonban legtöbben nem adakoznának, akkor a hajléktalan szállókra kellene menniük a hontalanoknak, de ott szabályok vannak. Nincs alkohol, nincs drog, tisztálkodni kell, és az együttélést laza szabályait is be kell tartania.